A tanácsülés előtt letette hivatali esküjét Hrlav Kostin megyei tanácsos, aki Rudzsina Csipriánt váltja. Ugyancsak az első megyei tanácsülésen vehettek részt Hargita megye tanácsa, fizetett gyakornokai is, akik fél évig erősítik az apparátust. Várjuk gyakornokainktól a hasznos észrevételeket, és remélem később többen, hosszú távon is elhelyezkednek hivatalunkban. Köszöntötte Borbój Csaba a fiatalokat, hozzátéve, hogy mindez Antal Loránd RMDSZ-es szenátor törvénymódosító javaslatának egyik eredménye. Idén nyáron egy generátort vásárolt a megyei tanács a Hargita megyei vérközpont számára, amelyet az új tanács határozattal át is adtak. Ez biztosítja majd a központ folyamatos működését áramszünetek idején is. Mindezek mellett két híd felújítását hagyta jóvá a testület. Egy teljesen új híd épül Gyergyóvárhegyen, a 153 D-jelzésű megyei úton, valamint felújítják Korondon a Sorét utcai átkelőt, mely a hulladéktömörítő állomáshoz vezet. Ugyancsak elfogadták a 153D út felújításának módosított költségvetését. A gyergyóremetei tejporgyártól a hulladékgazdálkodási központhoz vezető út felújítása az egyik feltétele annak, hogy az EU-s szabványoknak megfelelő hulladékgazdálkodási rendszere legyen a megyének. Ezen út felújítását szerződésben vállalta a megyei tanács. A felújításra érvényes kivitelezési szerződést már korábban megkötötték. A Décsfalvi híd módosult költségvetését is elfogadta a testület, amelyre szintén érvényes kivitelezési szerződés van. Ezen módosításokra azt követően volt szükség, hogy a kormány korábban megemelte az építőiparban dolgozók minimálbérét, amelynek folytán az építőcégeknek többletköltségük keletkezett. A megyei tanács elnöke hozzátette, hogy mindkét esetben már korábban megkötötték a kivitelezési szerződéseket, és bízik benne, hogy most már a munkálatok is új lendületet vesznek.